Na szevasztok gyerekek, én Bazsi vagyok, és ez nem más, mint a FIFA 15-ös karriermódunk harmadik része, amiben elérkeztünk az átigazolási időszak utolsó napjához, úgyhogy nézzük is a dolgokat. Nem terveztem senkit megvenni, úgyhogy nem lesz nagyon nagy dolog, de azért gondoltam, hogy beleteszem a videóba, hát ha érkeznek átigazolási ajánlatok. Hát eddig úgy néz ki, hogy nem. Érdekes. Pedig szerintem még vannak olyan játékosaink, akiket még nem adtunk el. Most jött valami. Nézzük. Átigazolási ajánlat. Fiatal kapusunkat vinni az Arau kölcsönben. Természetesen elfogadjuk. Nagyon jó. Még 3 óra van vissza. Remélhetőleg még jön egy-két ajánlat. Meglátjuk. Utolsó óra, már nem fog jönni semmi. Vége van az átigazolási időszaknak. 112,5 millió euró volt az utolsó nap. Első mérkőzésünk a Nürnberg csapata ellen volt. Igen. Egy probléma van csak. Az, hogy a videó felvétele után veszem a hangot. Úgyhogy lehet, hogy nem leszek pontos néha, de remélem ez belefér. Úgy gondoltam, hogy így könnyebb lesz, de hát sajnos nehezebb lett. Kijönnek a játékosok a pályára. Úgyhogy a mérkőzés már elindult. Nürnberg kezdőcsapatát láthatjátok, nem olvasom fel. Igazából nem is látom teljes mértékben, ugyanis egy ilyen elég kicsi képernyő van előttem. Úgyhogy nehéz lesz, kirogattam papírra, hogy mikor mit kell mondani. Készfogások következnek, és most pedig a mi kezdő 11-ünket láthatjátok, ami a szokásos felállásunk. Remélhetőleg nyerni fogunk. De hát ezt majd meglátjuk. Az egyszer biztos, hogy itt a 6. percben volt egy lövése Kaisernek, viszont a kapus az elég könnyedén védte. Aztán egy labdaszerzés után a labda Brunóhoz kerül, aki Romerohoz passzolja, és a csatárunk pedig egy elég jó lövést követően, vagyis hát a kapus egy elég jó lövést követően védeni tud. 22. percben viszont Poulsen meg tudott indulni elég simán, és ezt ki is használta, gyönyörűen a kapu alsó sarkába helyezte a labdát. Ezzel vezettünk 1-0-ra, és reménykedtünk, hogy meg tudjuk tartani, illetve növelni tudjuk az előnyünket. Hát ez egy világklasszis befejezés volt, ezt mindenki befejezi igazából. Most akkor világklasszis volt, vagy mindenki befejezi? Na, szóval ez egy olyan befejezés volt, amit igazából mindenkinek illik belőni. Ezt akartam kinyögni. Itt egy kicsit bennmaradt egy ilyen kis dolog. Ja, gyerekek, viszont itt a Kaiser kapott egy szabadrugást, Szaláminkat fölrúgták, és viszonylag jó pozícióból lőhetett egy szabadrugást. Nagyon-nagyon felkészült Schäfer kapus is, illetve ő is. A kapus nagyon illeszgette a sorfalát. Reméltük, hogy ez nem lesz hasznos számára. Viszont Kaiser barátunk sajnos nem tudta ezt belőni. A kapus megfogta a lövést. Nem volt ez annyira rossz szabadrugás, de ki kellett védeni. És a fél időben úgy gondoltam, hogy cserélek egyet. Romeron helyére érkezett Boyd, illetve Strobl helyére pedig Demme a védekező középpályás pozícióra. Úgyhogy ennyi volt a cserénk ezen a mérkőzésen. 52. percben Koch lőtt kapura, viszont a kapusunk gyönyörű szépen megfogta a lövését, illetve hát kivédte. Aztán a 65. percben megint egy szabadrugáshoz jutottunk,
és remélhetőleg ezt már be is rúgtuk. Itt közben egy cserét láthattok, és Kaiser készül neki megint. Szóval akkor a 65. percben Kaiser egy óriási bomba gólt szerzett, szintén csak szabadrugásból, úgyhogy úgy gondolom, hogy a következő szezonban is hasznunkra fog válni, ugyanis nagyon jól lövi a szabadrugásokat. Eddig 3-ból 2-t belőtt, illetve volt egy büntető gólja is. Úgyhogy nagyon jó. Szép gól volt tényleg nagyon. Aztán a 80. percben Boyd kapja a labdát és fejel egy nagyon szépet, viszont Schäfer kapus még szebbet védett. Úgyhogy igazából ez volt. Szöglet következett utána, és a bíró lefújta a mérkőzést. 2-0-ás végeredménnyel mentek le a csapatok a pályáról, és ezzel egy újabb 3 pontot szereztünk. Következő mérkőzésünk pedig az Ingolstadt csapata ellen volt. Egy kicsit megbabráltam a csapatunkat, ezt azt hiszem mindjárt láthatjátok is. Nagyon rossz így utána fölvenni a hangot, legalábbis nekem, nem is láthattátok. Na mindegy, a 36. percben Poulsen beadását Kedira fejelte kapufára, viszont a kipattanót már be tudta fejezni, és azért a 2 fejesből egy csak bement. Úgyhogy vezettünk 1-0-ra a 36. percben. Szép gól volt, érdekes, de gól az gól, úgyhogy ez a lényeg. Ja. Aztán a gól után következett az 59. perc, közben még itt Rami Kedirát mutatják. Na szóval. Mondom most. Oké, itt megint. Szóval az 59. percben egy jó labda középre, és egy gólt szerez az Ingolstadt csapata, viszont szerencsére lesen volt a támadó, úgyhogy ezt nem adta meg a bíró. Mondjuk a védelmünk az nagyon nem volt a helyzet magaslatán, de azért megoldották és lesre állították. Aztán a 75. percben Kedirának volt egy lövése, ami eléggé mellé ment, ilyen közelről is sajnos. Úgyhogy igen. És itt lefújta a mérkőzést a bíró sporttárs, ahogy azt láthatjátok is most. Most. Szóval 1-0-ra nyertünk, és ezzel újabb 3 pontot zsebeltünk be. Második mérkőzésünket is megnyertük, ugye. Harmadik meccsünk pedig idegenben volt a São Pauli csapata ellen. Ez már annyira nem volt könnyű mérkőzés, 17. percben Poulsennek volt egy nem túl jó fejese, könnyedén védte a kapus. Aztán a 25. percben Sabitzer gyönyörű szépen megindult keresztbe, félpályát futott, aztán hagyta, hogy a kapus kivédje a lövését. Nem ám. 32. percben Kaiser lőtt egy kapufát, viszonylag közelről, 11 méterről nagyjából. És végül a 76. percben megint csak egy Kaiser lövés volt, amit gyönyörű szépen védett a kapus. Úgyhogy ennyi volt ez a mérkőzés, gyerekek. Sajnos 0-0 lett a végeredmény. Úgyhogy igen, ez van. 1 pontot tudtunk csak szerezni idegenben. Viszont nem volt ez olyan rossz. Nem volt könnyű dolgunk, ahogy már azt mondtam is. Úgyhogy igazából ennyi lett volna ez a mérkőzés. Hogyha tetszett, akkor kérlek nyomjatok egy lájkot, illetve ha szeretnétek még ilyet, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Én Bazsi voltam. Sziasztok! Közben itt még egy kis olvasmány magamnak. Úgyhogy ennyi lett volna.